benned, nyugszik meg szívem, csak benned, nem félek már, csak benned. Csak... Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Mezőtúri Református Egyházközség nevében. A Mezőtúri Református Kollégium dísztermében köszönjük az iskolának, hogy helyt adott ökumenikus imaheti alkalmunknak. Az apostol szavaival köszöntelek benneteket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Római katolikusok, evangélikusok, reformátusok, összegyűltünk több gyülekezetből ma este, hogy minden keresztjén egységét, az ökumenét munkájuk, ezen a héten és ezen az estén is, az ökumenikus imaheti alkalmak egyikén. Most helyünket elfoglalva az énekes lapokról keressük ki a 342. énekünket. Az énekes lapon található 342. éneknek mind a három verszakát énekeljük. Az első vers így kezdődik. Jézus világ megváltója. Csendesedjünk el, hajtsunk fejet, és imádkozzunk bűnvalló imádsággal. Kegyelmes atyánk, te vagy az egész teremtettség forrása, az örök és életadó ige. Megvalljuk, hogy nem hallgatunk a teremtett világ kiáltására sokszor, amikor megújulásért könyörög. Segíts, hogy együtt haladjunk az úton, és meghalljuk a te hangodat minden szenvedőben, aki gyógyulásért és gondoskodásért esedezik. Irgalmas Krisztus, megvalljuk, hogy nehezen éljük meg a közöttünk lévő különbözőségeinket. Bocsáss meg gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, amelyek megsértik különbözőségében megélt egységünket. Szentlélek Isten, a gyülekezet, a hallgatók és tanítók öröme, te a remény új látását adod nekünk, és meggyógyítod lelkünk és testünk sebeit. Megvalljuk, hogy elmulasztottuk meghallgatni a miénktől eltérő hangokat, nem voltunk képesek gyógyulást és reményt hozó szavakat mondani, és újra meg újra kirekesztettük azokat, akik testvériességért kiáltanak. Szent Háromság egy örök Isten, legyen szereteted, élővizek forrása bennünk, hogy visszaadja választott néped erejét. Ezért kérünk téged, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Most pedig közösen fennállva mondjuk el minden keresztjén hitvallását, közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban,
az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig szeretném felkérni az ige hirdetés szolgálatára Égerné Tamás Anna Mária lelkész vallástanár kollégámat. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 133. részéből olvasom. Zarándok ének Dávidé. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Valamint olvasom János evangéliumának 4. részéből, a 7. verstől a 11. versig. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, azok kedvéért, akik még ezen a héten első alkalommal vannak itt közöttünk az ökumenikus imahét alkalmain, szeretném elmondani, hogy ennek a hétnek minden napján a samáriai asszony történetének egy bizonyos szakaszáról van szó, szól az ige hirdetés. És hogy azért mindannyian tudjuk ezt a történetet, nagyon röviden szeretném összefoglalni. Történet arról szól, hogy Jézus át kell, hogy menjen Samárián, ami azért különös dolog, mert a zsidók nem nagyon érintkeztek a samáriaiakkal, egy régi, messzi történetbe visszanyúló dolog miatt, vita miatt, és ott megpihen egy kútnál. Dél van, a tanítványai elmennek ennivalót szerezni, és jön egy asszony, egyedül, vízért. És Jézus megszólítja ezt az asszonyt, amit fel is olvastam: adj innom. Ugye az asszony csodálkozik, hogyan lehet, hogy te inni kérsz tőlem, hiszen ugye egyrészt a zsidók nem érintkeznek a samáriaiakkal, másrészt ugye egy zsidó tanító végképp nem érintkezik egy nővel, nem szól hozzá nyilvánosan. Majd aztán Jézus az életvizét ígéri ennek az asszonynak. És felderül, kiderül az asszony életének minden nyomorúsága, kiderül a magánéleti válsága, az, hogy már nagyon sokadik férfi az, akivel együtt él, és ráadásul nem is törvényes házasságban, és mindez úgy derül ki, hogy nem az asszony mondja el, hanem Jézus maga mondja, hogy tudom a te életedet. Tudom, mi van veled. Ismerlek. És hát az asszony felismeri Jézusban a messiást, elrohan még a korsóját is otthagyva a többi emberhez, szól nekik, hogy íme itt van az Isten küldötte,
az Isten messiása, és az emberek oda mennek, hallgatják Jézust, majd pedig hisznek neki, és napokig ott tartják. És ennek a történetnek a tegnapi részében, amikor arról hallottunk, hogy ez az asszony még a korsóját is ott hagyja, csak azért, hogy szaladjon a többiekhez hírt vinni arról, hogy itt a messiás, itt az Isten küldötte, akkor arról hallhattunk a tegnapi napon az ige hirdetésben, hogy bizony nekünk is vannak ilyen korsóink, amiket ott kell hagynunk, amiket le kell tennünk, amit egész egyszerűen meg kell válnunk ahhoz, hogy Jézussal találkozhassunk, mert Jézussal lehet találkozni. Jézus jön, ő vár minket, ő akar velünk találkozni, akar minket megszólítani, csak bizony le kell tennünk bizonyos dolgokat az életünkben, ahhoz, hogy tényleg felismerjük, hogy mi hozzá akarunk tartozni, hogy ő a messiás. És ez a mai történet, amikor arról van szó, hogy Jézus inni kér ettől az asszonytól, és az asszony kifogásokat keres, hogy hogyan segíthetnék én rajtad, vagy te hogyan segíthetnél rajtam, hiszen merítő edényed sincsen, a kút meg mély, hát hogyan vehetnél nekem vizet, ráadásul élő vizet. Akkor az a kérdés merült fel bennem, hogy rendben van, hogy mi találkozunk Jézussal. Rendben van, hogy élő kapcsolatunk van vele, és én hiszem azt, hogy az, aki egy ilyen közösségben itt van, az, aki egy ökumenikus ima alkalmon jelen van, azért is lehet jelen, mert ő már találkozott a messiással. De mi van utána? Mi történik aztán? Ha mi engedjük, hogy Jézus bennünket megszólítson, azután mi történik? Egy nagyon érdekes dolog van itt előttünk, olyan, ami ritkán van az evangéliumokban. Az, hogy Jézus kér segítséget valakitől. Jézus inni kér. Nem megszokott dolog ez, mert általában azt szoktuk meg az evangéliumi történésekben, hogy Jézustól kérnek segítséget. Tehát ő az, akihez oda megy valaki, hogy adjál nekem gyógyulást, a másik azt kéri, hogy bor kellene, kenyeret kapnak. Tehát Jézustól szoktak segítséget kérni az emberek, és itt most fordul a kocka. Jézus az, aki segítséget kér. Adj innom, mert tényleg fáradt, mert tényleg szomjazik. Tényleg ott van egyedül annál a kútnál. Szeretné enyhíteni az ő szomjúságát, és megszólítja ezt az asszonyt. Annyira emberít Jézus, hogy mindenképpen fel kell merüljön bennünk az a gondolat, hogy Jézus ismer bennünket. Tudja azt, amikor fáradt vagyok, tudja azt, amikor el vagyok keseredve, tudja azt, amikor kétségeim vannak, és megérti. Megérti azt, hogy én néha nem tudok úgy odafordulni hozzá. Megérti azt, hogy én néha úgy érzem, hogy egyedül vagyok. Megérti azt, hogy én néha fáradt vagyok. Hogy néha jobb lenne talán mégis egyedül lenni. Jobb lenne, ha senki nem szólna hozzám. Megérti a mi emberi érzéseinket. Mert ő maga is átmegy ezeken az érzéseken. Korunk egyik nagy gondolkodója írta ezt, kimondhatatlanul egyedül vagyunk. Az eget elveszítettük, fölöttünk nincs már világosság. Sötétet látunk csak. Az maradt hátra, hogy egy másik ember kezét meg tudjuk fogni. Tényleg fontos az, hogy legyen mellettünk egy olyan másik ember, akinek a kezéért nyúlhatunk. Aki szintén nyújtja felénk a kezét, és aki által az Isten nyújtja felénk a kezét. És akkor, ha most vissza szeretnék térni arra a kérdésre, hogy mi van azután, miután mi találkoztunk a messiással, akkor fel kell tennem azt a kérdést, hogy mi volt akkor, amikor először léptünk egy közösségbe. Most ülnek itt diákok. Közöttük vannak kilencedikesek is. Milyen fogadtatásban részesültél, amikor először léptél át egy iskola kapuját? Milyen fogadtatásban részesültél egy új osztályközösségben? Az új tanáraid között, vagy felnőttként. Milyen fogadtatásban részesültünk, amikor elkezdtünk egy új munkahelyet? Hogyan fogadtak bennünket? Örömmel? Esetleg távolságtartással? Vagy ha belépünk egy új családba, hiszen azzal, hogyha párt választunk magunknak, azzal automatikusan kapunk egy másik családot. Hogyan fogadnak
egyáltalán nem mindegy. És hogyan fogadnak egy gyülekezet közösségében? Amikor én akarnék tartozni valakihez, szeretnék egy gyülekezetbe tartozni, vajon ott hogyan fogadnak? Én azt hiszem, még élek nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor először léptem át egy gyülekezet közösségét. Amikor én egészen picike voltam, akkor az én nagyszüleim házában házi istentiszteletek voltak. Ők ugyanis tanyán laktak, és havonta egyszer összegyülekezett náluk a környező, összegyülekeztek a környező családok, és ott volt az istentisztelet. Kiállt a tiszteletes úr, a tiszteletes asszony 3 gyermekkel, és tartották az istentiszteleteket. De aztán a nagyszülők meghaltak, és a mi kapcsolatunk is megszakadt. Mind a tiszteletességgel, mind a gyülekezettel. Egészen addig, amíg nem jött egy olyan helyzet, hogy immár be lehetett iratkozni iskolai hitoktatásra. És az én édesanyám fontosnak tartotta, hogy a gyerekek járjanak iskolai hitoktatásra, és ehhez el kellett menni egy istentiszteletre. Mert hogy az istentisztelet után írtak be bennünket. Végigültük a testvéremmel az istentiszteletet, aztán pedig sorban álltunk az asztalnál, hogy beírjanak. A tiszteletes úr és az ő lánya írta be a gyerekeket az ő naplójába, és amikor odaértünk, és a testvérem mondta a nevünket, kik vagyunk, akkor a tiszteletes úr lánya csak ennyit mondott, apa, tudod, kik ezek? Az Árva Laci bácsi unokái. És én abban a pillanatban tudtam, otthon vagyok. És abban a pillanatban tudtam, hogy egy olyan közösségbe tartozom, fogok tartozni ezután, akik engem szeretettel fogadtak. És talán ennek az élménynek is köszönhető, hogy most palást van a vállamon. És én magam is lelkész lettem. Hogyan fogad minket egy közösség? Itt ez az asszony, és tulajdonképpen nem is tudja, hogy mit kaphat. Ne lepődjünk meg az ő reakcióján. Először visszautasítja Jézust. Hát hogy kérhetsz te tőlem inni? Aztán, amikor Jézus ajánl fel neki valamit, akkor megint csak keresi a kifogásokat, hát nincsen semmid. Nincsen edényed. Hogyan adhatnál te nekem valamit? És lehetünk ilyenek. Amikor azt mondjuk, hogy ugyan minek menjek én el egy keresztény közösségbe, egy gyülekezetbe, mit kaphatok ott? Mit adhat nekem ez a közösség? Mi az a plusz, amit én ott megkaphatnék? Ennek az asszonynak fogalma sincs, hogy mit kaphatott volna Jézustól. Most eszembe jut egy kis videó, amit nem olyan régen az egyik közösségi oldalon láttam. Eléggé megdöbbentett. Egy orvosi váróteremben vagyunk, ahol ül bent egy színes bőrű fiatalember. Bemegy egy jól szituált család, egy kislány és a szülei. A kislány automatikusan levágódik a fiatalember mellé, leül, de bejön az anyuka is, látja, hogy ki mellé ült le a gyereke, felállítja, arrébb teszi, de ő maga sem ül le, inkább áll, és úgy vár, és az apuka is. Aztán szólítja őket a doktor úr, és nagyon meglepődnek, mert a fiatalembert is beszólítják. Mit akarhat ez itt? Minek szólítják velünk együtt a rendelőbe? Bemennek, leülnek, a fiatalember áll az ajtóban, tisztelettudóan egy szót se szól. A doktorbácsi megdicséri a kislányt, hogy milyen jól nézel ki a műtét után. Nagyon szépenek, egészségesnek tűnsz. Majd oldalra néz, és azt mondja a családnak, engedjék meg, hogy bemutassam a kislányuk csontvelő donorját. Az a fiatalember, akihez azelőtt nem ültek le. Fogalmuk sincs, hogy mit kaptak ettől a fiatalembertől. Tulajdonképpen nem más, mint a kislány életét. És mi is sokszor elutasítóak vagyunk. Mit kaphatok én? Mit adhat nekem az Isten? Mit adhat nekem egy gyülekezet? Mit adhat nekem az egyház? Mit adhat nekem egy közösség? Annyira szép ez a 133. Zsoltár. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben vannak. Adhat egy ilyen családot, egy ilyen közösséget, ahol egyetértés van. Nem mondhatjuk azt, hogy ez mindig könnyű, és mindig mindenkit könnyű elhordozni. Hogyha valaki szokott élni úrvacsorával, és végig hallgatja az úrvacsorai liturgiát, ott is el szokott hangzani a végén, szintén egy bibliai idézet,
szenvedjétek el egymást szeretetben. Nem véletlen az a szó, szenvedjétek el egymást szeretetben. Néha el kell szenvedni a másik embert, annak a rigojáit, a nehézségeket, a problémákat, amit ő hoz, de el lehet szenvedni egymást szeretetben, el lehet hordozni egymást szeretetben. Ezt is adhatja nekünk egy keresztény közösség, ahova én is odavihetem a problémáimat, a bajaimat, a gondjaimat, meg más is odahozza a sajátját, de együtt sokkal könnyebb lehet elhordozni. És azt mondja a 133. Zsoltár, csak oda küld áldást az Úr. Oda, ahol ilyen közösség van. Oda, ahol ilyen egyetértés van. És lehet ez egy családi közösség, lehet ez egy munkahelyi, egy iskolai közösség, ha már iskolában vagyunk. De mindenképpen igaz kell, hogy ez legyen egy gyülekezeti közösségre. És mindenképpen igaz kell, hogy legyen egy keresztény közösségre. Lehetünk akár reformátusok, evangélikusok, katolikusok. És ezért annyira szépek ezek az ökumenikus alkalmak. És most különleges alkalom, hogy csak református lelkészeket látok itt magam körül, de egyébként ugye, aki ott van minden este, ott van ugye a katolikus főesperes úr, az evangélikus lelkésznő, és azt gondolom, hogy itt közöttünk is, katolikusok, evangélikusok, reformátusok egyaránt, milyen sok mindent tanulhatunk. Ha nem azt nézzük, hogy miben más a másik ember, hanem azt nézem, hogy miben hasonlít. Az ő hitében, az ő szeretetében, abban, hogy ő is Krisztushoz akar tartozni. Na és ha már tagjai vagyunk egy közösségnek, tagjai vagyunk egy gyülekezetnek, akkor mi a feladat? Ez az asszony elrohan Jézustól, nem azért, mert úgy megijedt tőle, vagy mert annyira messze akar kerülni tőle, hanem azért, mert másokat is oda akar hívni. Nem foglalkozik az előítéletekkel. Nem foglalkozik azzal, hogy mit mondanak rólam a többiek. Az az asszony, aki addig szeretne egyedül lenni, hiszen ezért megy délben a kúthoz, amikor senki más. Mert ő egyedül akar lenni. Az az asszony most oda megy a többihez. Hívja őket. Oda Jézushoz. És ennek az lesz az eredménye, hogy ezek az emberek hisznek Jézusban, és napokig ott tartják, mert tanulni akarnak tőle. Így változnak meg az életek. Hogyan fordulok a másik emberhez? Hagy mondjak el szintén egy történetet. Egyszer egy szegény kisfiú kilépett egy bolt ajtaján, és látott ott egy csoda autót, egy gyönyörűt. És a csoda autó mellett ott volt a gazdája. És ahogy a gyerek ott bámult, ez a fiatal ember, a gazda, az autó gazdája, oda megy büszkén. Tetszik? Hát tetszik. Szeretnéd kipróbálni? Igen, nagyon. Kitől kaptad? És mondja a fiatal ember, hogy a testvéremtől. A kisfiú sóhajt egy hatalmasat, és a fiatal ember már azt hiszi, hogy a gyerek azt fogja mondani, bárcsak ilyen testvérem lenne. És a gyerek el is kezdi a mondatát, bárcsak én is ilyen testvér lehetnék, aki ilyet tudok adni a testvéremnek. Aztán a fiatalember beülteti maga mellé a gyereket, elmennek a kisgyerek házához, a kisgyerek berohan, kisegíti az ő mozgásában korlátozott testvérét, beülteti az autóba, és mehetnek néhány kört a városban. Olyan csoda a gyereknek, mind a kettőnek, amiről álmodni sem mertek korábban. Bárcsak ilyen testvér lehetnék. Olyan, aki adok a másiknak. Bárcsak ilyen testvérek lehetnénk. Olyanok, akik szeretnénk odafordulni a másik emberhez. Szeretnénk rajta segíteni. Szeretnénk őt támogatni. Adja meg a mindenható Isten a mi keresztény közösségeinknek, hogy ilyen testvérek legyünk, katolikusként, evangélikusként, reformátusként, bármilyen vallásuként. Legyünk ilyen testvérek, akik nyitott szívvel, szeretettel tudunk odafordulni a másik ember felé, és ha ezt a saját kicsi mikroközösségünkben megtesszük, akkor nyugodtan hihetjük és bízhatunk abban, hogy a nagyobb világ is változásra lesz kész. Ahogy megváltoztak ott a samáriai emberek,
megváltozhatnak a körülöttünk élők is. Legyen ez így. Amen. Feleljünk az ige megszólító szavára, együtt fennállva. Imádkozzuk közbenjáró imádságunkat. A hallgass meg, Urunk, kérésre közösen válaszoljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Velünk együttérző örökkévaló Isten, egyénenként és közösségként fordulunk most hozzád világosságért, hogy jobban el tudjuk egymást fogadni, hogy megértőbbek legyünk egymás felé, és enyhíteni tudjuk a világ szenvedését. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Velünk együttérző örökkévaló Isten, értesd meg gyermekeiddel, hogy a jótékonyság, a vendégszeretet és az egység a te kinyilatkoztatásod és a te akaratod az emberiségnek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Velünk együttérző örökkévaló Isten, könyörgünk, adj nekünk békét! Taníts és vezess, hogy toleráns és erőszakmentes világot építhessünk. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Velünk együttérző örökkévaló Isten, aki a teremtett világ, majd a proféták által, végül fiad, Jézus Krisztus által szóltál hozzánk, adj bölcsességet, hogy hallhassunk szavadra, amely különbözőségünk ellenére is egységre hív minket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Velünk együttérző örökkévaló Isten, fiad, az Úr Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében kérünk, aki idegenként kért inni a samáriai asszonytól, adj nekünk élő vizet, hogy az örök életünk forrása legyen. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Krisztus, ami békességünk, megbékéltetett minket Istennel az egy testben a kereszten. Az ő nevében jöttünk össze, és részesülünk békességében. Ezért nyújtsunk jobb kezünket a mellettünk ülők felé, békesség szándékával, és mondjuk, béke veled. Most pedig együtt felhangon imádkozzunk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem kedves testvéreimnek holnapi alkalmunkat, amely szintén 17 órától lesz, az evangélikus templomban, ahol igei szolgálattal lesz Gyurasicsné Uherkovics Éva református lelkésznő, tehát holnap szintén 17 órától az evangélikus templomban. És egy technikai információ, arra kérném a kedves testvéreimet, hogy az énekes papírokat, amikor kimegyünk oda az ajtónál lévő székre, helyezzük el, hogy a ránk következő estéken is használni tudjuk őket. De még mielőtt letennénk, záró énekünket énekeljük, a 395. dicséretet, mind a három versével. A 395. dicséret, mind a három versét énekeljük, amelyből az első vers így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Isten szívén megpihenve.
fennállva fogadjuk az áldást. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Erős vár a mi Istenünk, áldás, békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus. Csak benned nyugszik meg szívem, csak benned nem félek már, csak benned rejtőzöm szüntelen, mert Jézus te vagy kősziklám. Csak tőled kaphatok gyógyulást, csak tőled remélek jó. Felveszem, csak érted, mozdul szívem, csak érted, terheim vállalom, mert nálad van mind, Jézusom, Jézusom.